Idén egy hónappal meghosszabbított határidővel és néhány fontos újdonsággal várja a Nemzeti Adó és Vámhivatal a gépjárműadó fizetőit. Az idei év változásai lehetővé teszik a könnyebb és rugalmasabb adófizetést mind a magánszemélyek, mind az egyéni vállalkozók számára. Az idei újdonságok között szerepel, hogy a befizetési határidőt március 15-éről április 15-ére módosították, így egy hónappal tovább van lehetőség a gépjárműadó kiegyenlítésére. Emellett egy összegben kell fizetni az adót, és a magánszemélyek és egyéni vállalkozók mostantól kérhetik az automatikusan járó 5 havi pótlékmentes részletfizetést is. Fontos tudni, hogy mely járművek után kell adót fizetni. A belföldi forgalomban lévő magyar hatósági rendszámmal ellátott gépjárművek és pótkocsik után szükséges gépjárműadót fizetni. Azonban bizonyos járművek, mint például a mezőgazdasági vontatók, lassú járművek vagy a munkagépek adómentességet élveznek. Az adót a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlájára kell utalni. Amennyiben a gépjárműnek több üzemben tartója vagy tulajdonosa van, az adót azt fizeti, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították. A gépjárműadóról szóló jogszabályokat a NAV hatásköre és irányítása alatt vetik ki, és az éves adófizetés év elején az időarányos adó pedig új vagy újra forgalomba helyezett jármű esetén az évközbeni időpontokban kerül megállapításra és befizetésre. Ezekkel az új szabályokkal és lehetőségekkel a gépjárműadó fizetése egyszerűbb és rugalmasabb, segítve ezzel a járművek üzemeltetőit az adók terheinek könnyebb viselésében.